az, tofu? Mi az? Hát mi az ott, tofu? Mi az ott? Úristen! Süli napot, tofu! Hát egy éves lettél, baba! Egy éves lettél, muci! Júj, de szép torta! You love dancing in the rain. You never mind a cloudy day. You make the world a better place. Yeah, you love dancing in the rain. Belegondolni is ijesztő, hogy mennyire gyorsan telik az idő. Ugyanis készítek el, srácok, hogy bár tofu nincs nálunk még egy éve, viszont most ezen a hétvégén egy éves. Egy éves a kis dög. Nagyon szép szülnapi tortája van. Nagyon szép torta. Na, elfújom akkor helyetted. Na, fújjátok el együtt, lányok. Teletofu, elfújjuk. Na, mehet. Az összeset. Új, és kívánj, kívánj. Mit kívántál, tofu? Így van, kicsit több mint két hónapos volt tofu, amikor elhoztuk, és rész volt a napokban, hogy ó, baszki, most ez tofunak a színapja. Éppen ezért szereztünk neki egy tortát, és arra gondoltunk, hogy hát tortát, egy ilyen kutyakajás, összekotvasztottunk valamit, ami megehet egy kutya is. Mutatnám, mint Gourmet Harry, mutatnám a színapi tortát, ami az én ötletem volt, kivéve a gyertyát, az Ari ötlete volt ott a kamera mögött. A színapi tortájában szerepel Olaszországból hozott juti falat, az anyukám még hozták neki, szét kell tördelni, mert nincs széttördelve, nem eszi meg. Ezen kívül szerepel ilyen... milyen? Tonhalas. Tonhalas táp, és a lényeg, a specialitásom, egy kis, konzervkaja. És arra gondoltunk, hogy a videó elejében végigmegyünk egy picit azokon az emlékeken, amik a legkedvesebbek nekünk, és amit tapasztaltunk tofuval, illetve előkerestünk egy csomó régi felvételt, akár telefonos felvételt, akár fotókat, amik alapján így ezt az idővonalat végigvisszük. Ezután pedig, ez nem egy ilyen heti vlog lesz, mert nem fogok ilyen rátérni, de ezután pedig a videó másik felébe el fogunk repülni, de erről majd később. Kezdjük a leges legelején, azzal a nappal, amikor elhoztuk tofut. Emlékszel? Hú, az a helyzet, hogy rengeteg korgi fogadott minket, ahová elmentünk, és már ott látszott, hogy Rebeka egy ilyen korgi központi figura, minden korgi hozzád ment. Igen, és voltak, hogy 16-an. Igen, ott volt a 16 korgi. Valószínűleg érezték rajta, hogy igazából Rebeka ötlete volt a korgi, mert én addig nem is találkoztam ezzel a kutyafajtával, maximum a akkor még élő angol királynőnél láttam. Viszont az összes korgi rajta ugrált, oda ment hozzá, majd amikor bementünk, akkor felhozták a mi kis... Júj, ekkora volt! Igen. Ilyen pici. Igen. Úgy nézett fel a Rére már akkor, mint egyébként Csipke rám annó, tehát amikor így kiválaszt téged egy kutya. És ez a kutya téged választ. Igen. Engem is bír, meg engem is szeret, meg örülöm, amikor megsimizem, de te vagy a mindene, és már ez ott eldőlt, abban a pillanatban, hogy a születbe fogtad. Valószínűleg ő is minket választott volna, hogy oda engedtek volna köréjük. Az biztos. Elindultunk haza, és már itt feltűnt, hogy mennyire jól bírja a kocsi utakat, de erre majd visszatérünk. Igen, de itt még azt hittük, hogy csak azért, mert még meg van ijedve. Ja igen, meg van szeppenve. Hazaértünk, tényleg mindenféle, azt hittük bepisél, bekakil, de végig aludt az öletbe. Néha kinézett, mert már akkor érdeklődő kutya volt, néha kinézett, de egyébként minden rend volt a hazaúton. Majd jött az este, az első este. A szigorú első este, hogy nem így alszik velünk a kutya. Így van, mit fogadtunk meg? Hogy nem alszik velünk a kutya. Nem csak akkor, hanem... Soha. Nem jöhet fel az ágyba. És mi lett belőle? Első este feljött az ágyba. De úgy, hogy nem úgy feljött az ágyban, hanem igazából az ágy ment le hozzá. Kértük az ágykeretből a szivacsot, leraktuk a földre. Úgy voltunk vele, hogy nem akarjuk, hogy külön aludjon lent a földön, de azt se akarjuk, hogy velünk. Az ágyban velünk aludjon, azért letettük mellé. Így van. Szóval a nagy ágy mellé a földön leraktuk az ő pici kis ágyát, és hát ennek az lett a vége, hogy szétterülve így, nem tudom, emlékszel-e? Igen, arra így simogattad. És tulajdonképpen 11 óra után, de még lehet, hogy annyi sem sikerült, elrontanunk a kutyát. A következő momentum, ami eszembe jut, az a karácsony, az első karácsonyunk, amikor kapott tőled, kitaláltat, ezt Fulri találta ki, hogy kap egy ilyen pulcsit. Akkor még nem tudtuk, hogy amúgy a korginak mindig melege van, tehát igazából annyi bundája van, annyi szőre van, hogy mindig melege van. Kapott egy pulcsit, hogy ne fázzon majd télen. Úristen, de cuki volt benne. Emlékszel? Nagyon. Itt van előtted a kép? Igen. Vagy mutassam? Mutasd. Mi az? Mi van rajta, tofu? Tű, de csinos vagy! Hova menekülsz? Gyere ide! Nagyon csinos vagy, tofu! Nagyon csini! Tű, micsoda csajszi! De szép vagy!
nagyon csinos. Amiben nagyon nagy szerencsénk van, az az autózás. Ez tényleg szerintem kutya válogatja, az egyik kutya szereti, a másik nem. Ilyen átmenet, nem tudom, szerintem nincsen. Tofu az, aki szereti, hála Istennek. Hála Istennek, Úristen, de jó. Általában egy beszokott támasztani, ezekről csak képünk van szerintem, de egy beszokott támasztani, és van, amikor ilyet fejet vág, de igazából csak ugye ide-oda kanyarodunk, és azzal akar... Nagy lábaival akar kitámasztani. Igen, az ilyen hosszú lábaival akar kitámasztani, hogy kompenzálja a kanyarodást, de egyébként soha nem sír, soha nem nyafog, kicsit mocorog, amikor pisilnie kell, de hosszú útra is vittük már Szlovéniába. Igen. Végig, semmi baja nincs, úgyhogy ezzel nagyon nagy mázlink van. Amivel nincs mázlink, hogy egy kicsit kleptomán a kutyánk szokik. Ne, Tofu. De kutya dolog. Kérem. Egy zokni. Kérem. Kérem. Hát nem tudom, az az igazság, hogy Tofu nagyon szeret lopni. Miért? Most mondja meg az, akinek a kutyája még nem lopott zoknit. De a nem lopott zoknit az más, mint amikor ellop valamit, kergetjük. Az jó, mert abban van egy pici játék is, mert élvezi azért. Szoktuk kergetni, mint amit az őrültek, körbe-körbe futkározunk, és tényleg nehezebb elkapni, mint gondolnátok, mert ha betoljuk a kanapét a sarokba, akkor is valahogy átbújik. Hát, nehezebb elkapni, mint gondolnátok, és hogyha elveszettél az egyik zoknit, elfordulunk egy pillanatra. Visszafordulok, ott van az ágynemű a szájába, vagy ott van egy inga szájába, és húzza maga után az inga. Vagy egy kis törölköző, bármi. Bármi, amit talál, és akkor így szépen lassan odalopózik, szólunk, hogy Tofu, és akkor így lentről, így a szemeivel, így a szeme fehérje ki. Igen, nem a fejét forgatja, nem csak így a szemét, van itt valami. Igen, a feje marad abba az irányba, amerre úgy indult, és csak a szemével így felnéz. Annyira imádom. A morgások. Ez valószínűleg ilyen korgi dolog lehet, de a morgástól én ki vagyok. Melyik morgás? Az, hogy... A nyújtózkodós morgás? Nem, azt imádom. Van, amikor jön, és mint egy ember, hangosan nyújtózkodik, minden reggel. Nem ettől vagyok ki, attól vagyok ki, amikor meg, oda jön hozzá, hogy simogass meg, elkezdett simogatni. Ja, és akkor teljesen megbolondul, két másodperc után. De két másodperc... Megint olyan, mint az anyja. De várjál, két másodperc után viszont lenyugszik, tehát nem jó neki. Nem jó neki, hanem nem egyszer hisztizik. Igen, nem jó neki, hogy most simogatom. De hát ő jött oda simogatásért. Ezt mondom. Ezt akarom elmondani, hogy ő ment oda simogatásért, de két másodperc után rájött, hogy nem akarja. Majd jönne, abba hagyod, megint akarja. Arra jöttem rá, hogy nagyon hasonlít rád ez a kutya. A barátnők, illetve egy barátnő, Csipke, ugye a Tacsi, sok videóban láthatátok már Csipkét is, hatalmas barátnők lettek, olyannyira nagy barátnők, hogy Tofu most így megnőtt, hát megnőtt egy éves, Csipke azt hiszem három. Imádják egymást, folyamatosan játszanak, mint két öreg asszony úgy viselkednek, tényleg nagyon nagy formák, de néha, amikor a Tofu nem akarja odaengedni mondjuk hozzánk a Csipkét, akkor úgy beáll keresztbe, a Csipke nem mer odajönni. És egyen meg oké, egy idősebb, de ugye kisebb jóval, mint a Tofu, és nem mer odajönni, és ott és nyűszít. Aztán odébb kell, tessék el a Tofut, aztán persze ő... És akkor bejöhet a nappaliba. De az is úgy megy odébb, hogy így megy odébb, és utána bejöhet a Csipke a nappaliba, aki egyébként két évvel korábban már, vagy három évvel korábban itt és volt. És a saját házában van. És a saját házában van, persze. Nagyon jó, hogy ugatás hallatszik a háttérből, mert még az utolsó dolog, utolsó utáni dolog az ugatás. Mondja, Tofu! Egy év után, bár ezt kijelentettük más videóban is, nagyon makacs, brutál makacs, amikor akar, ugat. Ha nem kell ugatni, akkor ugat. Ha ránk néz, és mondjuk én a réhez így hozzáérek, és ezt valahol meglátja, ugat. Ja, tényleg. Nagyon féltékeny, és mindenért ugat. Úgyhogy hangos kutya, ha esetleg valaki korgira vágyik, nagyon hangos kutya, de az egy-két kicsit fura szokásaik mellett ott van 25 másik, ami miatt iszonyatosan lehet őket imádni. Hát neki szülinapja van. Boldog szülinap, hogy gyönyörű, nagyon jó tevet. Nagyon jó tevet. Boldog szülinapot. Na. Srácok! A Tofu blokknak itt vége. Nem mész el, nem mész el. Itt marad csorokra. Irány a reptérre. Köcsöpapa. Miután Tofu szüli napját kellően megünnepeltük, kirohantam a reptérre, úgy voltam vele, hogy mindig most is késésben leszek, viszont ahogy kiértem, ott szembesültem vele, hogy egy másfél órás késést jelentettek be. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megvacsorázunk és stalkoljuk egy kicsit az induló és érkező gépeket. Ahogy végeztünk, felszálltunk a repülőre és elindultunk a francia Rivierára, a mozifilmek és a filmvilág fővárosába, Cannes-ba. Alcohol, you keep
A repülő utat szokásosan rommá izgultam. Ez picit tetőzte a dolgot az, hogy menet közben kinéztem az ablakon, és bár tudom, hogy a viharfelhőket kikerüljük ilyenkor, meg messze van, csak közelnek tűnik, de konkrétan megállás nélkül felrobbant mellettünk az ég, folyamatosan dörgött és villámlott. Nagyon-nagyon ijesztő volt, de amellett, hogy ijesztő, egyben gyönyörű is volt. A 2023-as Cannes Yacht Fesztiválra egyébként az Adex Yachting hívott meg, amit innen is szeretnék nagyon-nagyon szépen megköszönni. Ők egyébként Magyarországon a Zsano, a Prestige, a Delphia és az Access hajómárkáknak a forgalmazói. Úgyhogy ha bárki hajóvásárláson gondolkozik, bátran keressétek őket, egy nagyon-nagyon kedves család. El sem hiszem, de megérkeztünk, itt vagyunk Cannes-ban a Yacht Fesztiválon. Egyelőre még fel sem fogom ezt a rengeteg hajót, ami körülöttünk van. Az első és legfontosabb dolog, hogy nem muszáj, hogy 4 millió eurót legyen a zsebedbe, és meg tud venni azonnal az egyik hatalmas hajót. Igazából ez a fesztivál arról szól, hogy a legnagyobb hajógyártók kihozzák ide a legújabb fejlesztéseiket, ki lehet próbálni a legújabb hajókat, de nem csak ilyen hatalmas jachtokat kell elképzelni, hanem a legkisebb méretű hajótól a legnagyobb méretű hajóig itt minden megtalálható. Így van, tényleg minden kategóriában, a legkisebbtől a legnagyobbig, a vitorlástól a motorosig, minden hajós kategória megtalálható itt Cannes-ban. Ráadásul egy napi egy körülbelül 30 euróba kerül, szóval ha valaki picit is érdeklődik a hajók iránt, és esetleg errefele nyaral, akkor a csodálatos francia Riviera mellett hatalmas extra lehet bejönni, és megnézni ezeket a hajókat. A pár nap alatt, amíg itt voltunk, az Adex Yachting végig kísért minket szinte az összes kiállított hajójukon. Szebbnél szebb és luxusabbnál luxusabb hajókat fedezhettünk fel. A zászlós hajó viszont a Prestige M8-as hajója volt, aminek csak a lakóterülete 274 négyzetméter, ami egy kicsit abszurd, azt tekintve, hogy azt a tényt tekintve, hogy Rebekával és Tofuval körülbelül 70-80 négyzetméterrel lakunk otthon, úgyhogy egy picit abszurd volt egy olyan 270 négyzetméteres idézéles lakásban, mozgó lakásban sétálgatni, ami igazából pár óra alatt át tud repíteni minket a tengeren, innen a francia Rivieráról, akár Olaszországban. A hajó tetején van egy flybridge, ahonnan szintén lehet irányítani a hajót, de helyet kapott még itt egy hatalmas átalakítható tér is, illetve alul a vendéghálószobák mellett, amik már önmagukban kitöltik a luxus fogalmát, egy olyan tulajdonosi hálószoba is helyet kapott, amit a saját házamban is messze el tudnék fogadni. Hatalmas francia ágy, dolgozó sarok, fürdőszoba, két külön csappal. Átmentünk a Zsano standhoz, ahol a legújabb Zsano vitorlások fogadtak minket, és itt jött az aduász lehetőség, ugyanis lehetőséget kaptunk, hogy kihajózzunk és kipróbáljuk a lehető legnagyobb és legújabb 65 lábas Zsano vitorlást. Srácok, képzétek el, elérkeztünk a legizgalmasabb részéhez a Cannes-i hajófesztiválunknak, ugyanis lehetőséget kaptunk, hogy egy 65 lábas Zsano vitorlással kimenjünk, kihajózzunk és kipróbáljuk egy... viszonylag erős thruster van benne. Szóval lehetőséget kaptunk arra, hogy kipróbáljuk, vezessük és egy órán keresztül itt legyünk a tengeren vele. A francia Rivieren, hogy a francia mondja, a Côte d'Azur, az azur tengeren. Igen, Bálint, azt imádom Bálintban. Egyébként ez új info volt nekem. Tényleg? Ez tényleg? Oui. Parce que je parle français. Igen, ennyit tud franciául, mert azzal baszhatott egész úton, hogy nem tudok franciául, mert most jött egy francia SMS a telefonomra, és ez az egyetlen francia SMS-t nem tud telefonítani. Francia szakos. Je ne sais pas. C'est tout. Rohadék. Amikor leraktam a jogsit, és valaki azt mondja, hogy egy éven belül, egy másfél éven belül itt leszek Cannes-ban a hajófesztiválon. Velem? Hát azt mondjuk az a rossz benne, igen. A legmodernebb, legújabb és legnagyobb jachtok között fogunk hajózni, azt azért nem hiszem el. Hát az a helyzet, hogy szerintem ezt tökéletesen nem hiszem el, mert ugyanúgy én sem, pedig én 100 millió éve hajózok, mindig hallottam, hogy így itt van, de az, hogy így inket most kihívtak, itt lehetünk ezeken a hajókon, ez ilyen óriási megtiszteltetés, úgyhogy tényleg nagyon köszönjük. Zseniális. Kicsit ilyen más világi érzés egyébként, szóval otthon ülünk, kis Vác, kis Budapest, és hát belecsöppenni ide, ebbe a világba. Hú, érdekes érzés, érdekes érzés. Promises to give me worth. My identity is broken. I've been chasing. I've been chasing moments to watch them disappear. I've been chasing. I've been. Bár most több napot láthatok összevágva. Az utolsó napomon, az utolsó estében, hogy itt vagyok, a Prestige egy felejthetetlen kis bulival és élő zenével zárta a péntek estét.
szerintem nem lesz olyan pillanat a világon, amikor az élő zene varázsa nem fogja tudni az emberek figyelmét azonnal beszippantani. Imádtam az estét, és az egész hetet imádtam, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm az Adex Actingnak, hogy meghívott, minden információt megtaláltok velük kapcsolatban lent a leírásban. Illetve innen a francia Rivieráról szeretnék még egyszer boldog születésnapot kívánni a mi kis makacs, önfejű, hisztis, állandóan ugató, de a világon legjobban szerethető kiskutyánknak, Tofunak. Menj már innen. Na.